Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazinműsorunk következik. Mai vendégünk dr. Temesvári Tamás, akiről a Karcagért közalapítványról és állatorvosi témákról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Temesvári Tamás, a Karcagért közalapítvány elnök állatorvos. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a Karcagért televízió nézőit. Azért hívtuk ma meg önt egy stúdióinterjúra, mert ugye történt egy esemény. Egészen pontosan tavaly novemberben volt egy közéleti bál itt Karcagon, amikor is nemes célért gyűjtöttek adományokat, tehát a bál bevételét ismét egy nemes célra fordították, ugye ez már hagyománya a közalapítvány munkásságában, és ez is ugye a célkitűzése és a feladata. Az idénre mi volt az, amire gyűjtöttek, hiszen az idejében valósulhatott mindez meg? Igen, idei évben valósult meg, realizálódott tényleg alapítvány általi gyűjtésünk, gyűjtésnek is. Talán nevezhetjük, de lényeg az, hogy adományokat gyűjtöttünk. Ez részben adódik a báli bevételekből, részben felajánlásokból, és cégek is hozzájárultak kisebb-nagyobb összegekkel ahhoz, hogy valami célkitűzést meg tudjunk valósítani. És a városvezetés részéről, elsősorban Dériné művelődésházi részéről az volt a kérés, hogy a elavult cégeket, ha tudjuk, segítsük a kicserélését. Ezután, ugye, bocsánat, azokról, igen, a székekről beszélünk, aki esetleg nem tudja, hogy mi történt ott, ami a nagy teremben, a díszteremben, a bálteremben vannak elhelyezve, a régi karfás barna székek. Igen, tehát nem a mozitérben lévő székekről beszélünk, bár úgy hallottam, hogy az is aktuális lenne, de hát ebben most mi még nem tudunk segíteni egyelőre. Tehát a díszterem székeiről van szó, igen, ami már valóban nem is egyforma formájú és mintázatú volt, meg eléggé elhanyagolt állapotban voltak. Nos, ezeket a székeknek a cseréjét ígértük meg, amennyiben erre lehetőségünk lesz a bevételünkből, a nettó bevételünkből. Mert hát ez általában ugye minden közéleti bál úgy működik, hogy van bevétel és van kiadási oldala is a dolognak, és a kiadási oldalhoz tartozik az étkezés, és a művészek, a szereplőknek a költségei, és nagyon nívós műsorral sikerült megszerveznünk ezt az estét, és a bevételünk pedig, hát nyugodtan azt hiszem, elárulhatom, hogy 1 millió forint nettó bevételünk képződött ebből a báli fellépésből, műsorból és estéből. És akkor ezt a ígéret szép szó alapján, hogy be is illik tartani, elkezdtük keresni közös erővel a székpótlási lehetőséget. Prospektusokat kértünk, fényképeket kértünk, nyilván nem tudtunk mindenhova elmenni, hogy kipróbáljuk, hogy milyen az ülés benne. Így aztán valóban egy kicsit láttatlanul vettük meg a székeket, és egy nagy diléma volt még, hogy karfás vagy karfa nélküli szék legyen. Pro-kontra hangzottak el érvek, hogy ha az idősebbek ott ülnek két óra hosszát valami színház zenekari előadás miatt, akkor elfárad a kezük, és akkor nem tudnak vele mit kezdeni, mármint a kezükkel. De viszont a másik oldalról pedig a praktikussága azt mondatta velünk, vagy azt arra késztetett bennünket, hogy a karfa nélküli szék mellett döntsünk, egymásba pakolhatók, a súlyuk kisebb, mert azt is figyelembe kellett vennünk, hogy nem feltétlenül csak ebben a teremben lesz használva ez a szék mennyiség, hanem esetleg a más épületben történő rendezvényre is el kell vinni, és akkor egymásba kell tenni,
súlya van. Hát meg akár egy bánál is több embert le lehet ültetni egy asztalhoz, ugye férősebb, így szoktuk ezt mondani. És legyünk őszinték, egy bálnál, amikor egymás mellett szorosan ülnek az emberek, könnyebb idézőjelbe felállni és eljönni egy széktől, ha nincs karfa, mintha van. És akkor kiválasztották ugye a székeket. Igen, kiválasztottuk a székeket, és végül is elegánsnak minősíthető székeket sikerült vásárolnunk, és kényelmes is. Ezt a Magyar Kultúra Napján adtuk át ilyen pódiumos köszöntő nevében a Dobos László polgármester úrnak és a Délinné vezetésének. Hány darab széket vásároltak egészen pontosan? Akkor, ha jól értem, az 1 millió forint nettó bevételt erre költötték. Igen. Hány széket futott ez ki? 230 darab széket tudtunk venni. Hát ebben van egy olyan mennyiség, egy ilyen tartalékmennyiség, ami bármikor mozgósítható úgy másik épületbe, vagy más terembe használandóan, amit nem kell megbontanunk a többi egységet esetleg. És ugye már ki is lettek úgymond próbálva ezek a székek, hiszen a Magyar Kultúra Napján, igen, ha jól tudom, igen, akkor már ülőpróba megtörtént. A vendégek ezen ültek. Hogyan értékeli az idei, pontosabban ugye a 2016-os adománygyűjtés, ha lehet így fogalmazni, mennyire volt sikeres így az előző bálokhoz viszonyítva, mennyire voltak adakozóak az emberek? Talán azt mondhatom, hogy hasonló mérték volt a korábbi években is. Jó, hát ilyen kisebb-nagyobb eltérések nyilván adódnak, mert mondjuk az étkeztetés költsége változhat, a minőségi igény is más, más felhozattal lehet akár egy étkeztetés során igény, így is felvetődött még, hogy az miért nincs. Hát nyilván ugye ezt át kell gondolni előtte, hogy de minden esetre a kiadási oldalt nekünk mindenképpen néznünk kell, mert természetesen akkor van jobb eredményünk, hogyha kevesebb a kiadás és több a bevételünk. De nagyon vállalatok nagyon szép felajánlásokat is tettek, vállalatok vezetői, és ennek megfelelően ez a bevétellel szerintem elégedettek lehetünk. Az idén, ha jól tudom, akkor nem terveznek újabb bált, vagy nem tudom, esetleg változott-e azóta az elképzelés? Hát pillanatilag még ott annál szemléletnél vagyunk, hogy két évente van általában ez a közéleti bál. De ugye bál, tavaly ez egy rendhagyó bál tavaly volt. Tavaly rendhagyó volt, igen, mert 20 éves volt a fennállása az alapítványnak. Idén ha olyan igény merül fel, akár társadalmi igény, akár a városvezetése részéről, hogy mégis rendezzünk egy közéleti bált, akkor nem fogunk ennek ellen mondani, akkor megszervezzük. Elég sok munkával jár, de ilyen értelemben megéri, mert tudunk olyan támogatásokat ilyen módon létrehozni és biztosítani, amit az az illető vállalat, cég, intézmény önmagától nem tudna megtenni, mert erre nincs tervbe véve pénz eszközük. Ha esetleg mondjuk úgy döntenek, hogy rendeznek bált, vagy ha nem is, akkor ugye a jövőre lenne aktuális, gondolom azért már gondolkodtak azon, hogy mi lehetne a következő célkitűzés. Mire gyűjtenének? A célkitűzés mindig van, igény is van. Akkor a fontossági sorrend mi lenne, így kérdezem, hát, hogyha több hát van. Hát talán ugye a régi alapfelállásunk, a kerékpárút fejlesztés, az nagyon aktuális lenne a városban, és abban bízunk, hogyha ez akkor is szükséges, hogyha pályázatot nyerne a város, akkor is szükséges, hogy a kerékpárutakat, ha más nem, karba tartsuk. Mert sajnos a Kisüszási úti kerékpárút is egyre jobban látszik, hogy töredezik, javításra szorul, és akkor ha új kerékpárútra uniós támogatást kapnánk, netán még mindig akkor is gyűjthetünk arra, hogy felújítsuk a meglévő kerékpárútakat. Hát én kívánom, hogy
sikerüljenek ezeket az elképzeléseket, sikerüljön megvalósítani, és minél több adományt tudjon összegyűjteni a Karcagért közalapítvány, és most érjünk át állatorvosi témákra, hiszen ebben a minőségben is hívtuk ma egy stúdióinterjúra, talán az egyik legfontosabb a madárinfluenza. Mit lehet erről tudnunk, hogyan érinti ez hazánkat? Hát sajnos hullámzó mértékben jelentkezett ez a madárinfluenza, tőlünk délre, Szeged, Mezőtúr, Kunszentmáron környékén jelentkezett a mi megyénket veszélybe kerülő helyzet alakult ki, ott nagyon komoly írtások történtek, de utána sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy nem állt meg. Nagy valószínűséggel a vadmadár fertőzés az alapok, tehát vadmadaraktól fertőződtek el a szabadon tartott madár állományok, ebben libától, kacsától, a baromfitól kezdve sajnos a fálcánok is érintve lettek és vannak sajnos a mai napig is. És sajnos a mi megyénket is érinti most Abátszaló környékén történő madárinfluenza fertőzés. Mit tesznek ilyenkor egyébként? Hát sajnos, vagy hogyan lehet ezt megállítani, kezelni? Sajnos megállítani csak állatok kiirtásával lehetséges. Tehát már ilyenkor elkésett az, hogy gyógyítani próbáljunk, vagy megelőzni ezeket. Ezek az intézkedések már elkéstek. Sajnos amikor jelentkezik egy ilyen betegség, már csak kiirtani lehet. És azért mondom többször ezt a szót, hogy sajnos, mert ez most ebben az esetben egy törzs fálcán állományt érint, ami a vadászati szempontból is hatalmas hátrányt fog jelenteni. Óvintézkedéseket tesznek-e, vagy hogyan lehet ez ellen egyáltalán védekezni, hogy ne fertőződjön meg az összes állomány, hiszen például Karcagon emlékszem, hogy december végén a hagyományos galambkiállítás is pontosan emiatt elmaradt. Igen, tehát átmozgással is lehet nyilván korlátozni azt a fertőzési veszélyt, hogy nem viszek el egyik helyről másikra állatokat, ezért is lett azt hiszem a galambkiállítás lemondva, illetve nem betiltva, csak lemondva. De a másik megelőzési formája, miután vadmadár fertőzést tételezünk fel, vagy tételezett fel országos átegészségügyi vezetés, így ami lehetséges a fedett tartás. Tehát föntről madárüléke ne fertőződhessen el az állomány, mert ha egyszer egy fertőző anyag ágens bekerül, akkor nagyon gyorsan terjed, és nagyon gyorsan ki is végzik, elpusztítja az állatokat. Tehát a fedett tartás, és úgy tudom, az országos vezetés ezt el is rendelte már hetekkel ezelőtt, hogy csak fedetten lehet tartani vadmadarakat is, meg háztáji varonfi állományt is. A másik témakör, amiről érdemes szót ejteni a modern influenza mellett, az a veszettség. Ezzel kapcsolatban mi az, ami elmondható? Igen, ez is rendkívül érdekes és sajnos mindig felmerülő új téma. Szlovákia felől is, de legutóbbi információnk szerint Kárpát-alja felől is komoly fertőzési gócok jelentkeztek. Úgyhogy nem csak róka állományban, hanem a háztáji kutya állományban is a róka veszettsége átterjedt, embereket harapott meg, úgyhogy humán vonzata is történt ennek a veszettségnek, és emiatt nem szabad könnyelműen vennünk, és ezt javaslom a kedves nézőknek és kutyatartóknak is, nem szabad könnyelműen venni a veszettségoltás elmulasztását, mert ezzel az egyetlen módszerrel lehet megelőzni azt, hogyha veszett rókával, veszett kutyával, macskával találkozik egy állat, hogy akkor ne fertőződjön meg. Másik téma, amiről még érdemes szót ejtenünk, az a karcagi kutyamenhely. Ugye itt működik egy menhely. Mi újság van a menhely házatáján? Igen, egy menhely működik, hát közel 200 darabos létszámmal, ami változik, van mikor több, van mikor kevesebb. Ugye a kóbor ebeket, elcsatangolt ebeket először a Gyepmestéri telepre viszi be a városgondnoksági szolgálat,
ott 2 hét megfigyelést kell tartanunk, hogy azóta valamilyen veszettségi tünet nem jelentkezik-e, amennyiben nem, akkor innen a menhely dolgozói idézőjelben átmenekítik a jószágokat a menhelyre. Például akkor mi a tendő most, ahogy mondtam, hogy ugye a gyepmesteri telepre viszik el a kóborebeket, ha mondjuk én, vagy akárki lát az utcán egy kóborkutyát, ami látszik, hogy nem éppen akkor jött ki egy udvarról, tehát mondjuk nincs nyakörve, stb. Akkor mi a tendő, kinek kell szólni, kit kell értesíteni, tehát vagy hagyjuk, hogy menjen ott tovább az utcán? Az információ nagyon szépen terjedt, úgyhogy én személy szerint is nagyon sok ilyen bejelentést kapok, én aztán továbbítom a menhely vezetése fele, ővelük folyamatos kapcsolatban vagyunk, van csípleolvasójuk, nekik is, nekem is természetesen, és akkor ők rögtön próbálják megtalálni ezt a csipet, és abból mindjárt kiderül a rendszerbe felvétel miatt, mindjárt kiderül, hogy ki a tulajdonosa. És ha megvan a tulajdonos, akkor gyakorlatilag visszaadjuk a gazdájának. Ha nincs meg a tulajdonos, akkor befogadjuk. És akkor próbálunk egy új gazdát találni neki, háziasítani a kutyusokat. Van, mikor a fajta mentés segít rajtunk. Kuvasz vagy puli fajta, akkor ők segítenek is, és akkor elvisznek tőlünk kutyát. Külföldre is elég sok kutya megy el, úgyhogy útlevéllel rendelkeznek, csippel, természetesen veszettségi oltással, és akkor külföldre visznek el kutyusokat tőlünk. Ugye? Egyébként meg az általános ilyen bejelentést, hogy kóbor kutyát látok, vagy ez most zavar engem menet közben, kerékpározás közben, a városgondnokságon lehet bejelenteni, a portán bármikor. Városgondnokság, villamosút 109, vagy 106. Pontosan. Amikor ugye kötelezővé tették a kutyák becsipeltetését, vagy becsipelését, ön szerint mindenki eleget tett ennek? Tehát például itt a városban ugye azért csak találkozik, akkor ezek szerint elég sűrűn, akár kóbor ebekkel is. Mennyire vették ezt komolyan a lakosok? A felelősségteljes kutyatartó komolyan vette. Tehát nagyon nehéz lenne most megsatszolnom, hogy 100% arányban, hogy mennyire tartották be ezt az előírást, ami most már évek óta érvényben van, de úgy gondolom, hogy 50% körül lehetünk. Mert azért vannak olyan területek a városnak, most konkrétan nem akarom megnevezni, ahol nagyon sok kóbor kutya rossz magyarsággal képződik, mert nem törődnek vele, nem zártan tartják, nem az udvaron belül van, hanem kerítés nélkül szabadon kószálnak, találkoznak egymással, szaporodnak, és ebből nagyon sok utánpótlás van, és nem fogadják el a tulajdonosok, hogy az ő kutyája. Ő azt mondja, hogy ez neki semmi köze. Főleg nem, akkor nem fogadja el, hogyha ne adj Isten ez embert megtámad. Akkor még ha az udvarában van, akkor sem fogadják el, letagadják. És ha nincs benne csip, akkor nem tudjuk bizonyítani, hogy ez bizony ide tartozik önhöz. A kutyamenhellyel kapcsolatban felvetődött bennem az a kérdés, hogy a lakosság részéről fogadnak-e el támogatást, akár anyagit, akár tárgybelit, akár önkéntesség formájában? Teljesen jók a feltett kérdéseknek a lényegre törése, mert munkaerőbe is nagyon nagy segítségre van szükség kint, tárgyi segítségbe is, akár kennelek építésének a kivitelezésében, akár kutyaólak ajándékozásában, de bizony még a tüzelőanyaggal is, és mert ott főzni kell minden nap a kutyusoknak ennivalót, tehát minden szempontban nagy szükség van anyagi támogatásra is, tárgyi támogatásra is, és munkára is. Önként jelentkezőket is nagyon nagy szeretettel várnánk, aki szereti a kutyákat is, és tud értek tenni. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőim, merre megköszönöm figyelmüket.
Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk! A Kossuth téren található első világháborús emlékmű teljes körű restaurálása, a hozzá kapcsolódó szökőkút kőszerkezetének helyreállítása és a bronz lovas szobor megtisztítása szükséges. 2015. augusztusában a Városháza előtt álló első világháborús emlékmű talapzatáról az emléktáblák egyike leesett és széttört, illetve több tábla is sérült állapotban volt, ezért levételre került a baleset veszély elhárítása miatt. A széttört emléktáblák helyreállítása nem lehetséges, így azok pótlására a Közép- és Kelet-Európai Történelmi és Társadalom Kutatásért közalapítvány pályázatán keresztül 2 millió forint összeget nyert a karcagvárosi önkormányzat. Az új táblák biztonságos visszahelyezése érdekében a burkolat helyreállítása és tisztítása szükséges. Az emlékmű teljes körű restaurálása során a szökőkút kőszerkezetének helyreállítása és a lovas szobor megtisztítása is elengedhetetlen. Köszöntöm nézőinket a Berekföldi Berez Zoltán általános iskolában vagyunk, és egy hasznos előadás volt, melyet a megyei főkapitányság és a karcagi rendőrkapitányság szervezett. Hogy mi is ez pontosan, az Erdős Csabával, a megyei főkapitányság bűnmegőrzési osztályának munkatársával beszélgetünk. Itt a Molinón olvasható az internet veszélyei. Miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek az iskolába és erről beszéljenek? Az iskola vezetése kereste meg a rendőrkapitányságot, a karcagi kapitányságot, és ennek nyomán felkértek a karcagi kollégák bennünket a megyén, hogy jöjjünk ki, és így egy színesebb előadást tudunk adni. Az internet veszélyeire azért kell felhívni a fiatalok figyelmét, mert manapság már elengedhetetlen egyrészt az, hogy a tanulásban használják az gyerekek az internetet, másrészt pedig ugye a szabadidős tevékenységük javarészét is már az internet köti le, és itt ők ugyanúgy ki vannak téve a veszélyeknek. Lehetne sorolni itt a gazdasági visszaélésektől kezdve egészen a zaklatásig, és fel kell őket készíteni arra, hogy ezeket az eseteket megelőzzék, illetve ki tudják védeni, amikor már úgymond veszélyeztetett helyzetbe kerülnek. Itt a gyerekeket is bevonták, hiszen nagyon sok példát, gyakorlatban átvett példát mutattak be, sőt ők is részesei voltak különböző feladatoknak. Azt gondolom, hogy ez így még jobban elmélyíti ezeket a fontos ismereteket. Mostanában a legtöbb előadásunkat úgy tervezzük, hogy interaktívak legyenek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek élmények útján sajátítsák el azokat a hasznos tudnivalókat, amelyeket a gyakorlatban majd nekik alkalmazniuk kell. Nem, tehát az oktatási gyakorlat is megmutatta, hogy az egyszerű olvasásos feladatok nem keltik fel ugye a fiatalok érdeklődését, a vizuális elemek és a meggyőző előadás mód, technika, illetve az, hogy ők is megnyilvánulhatnak ebben az előadásban, saját élményeik, saját tapasztalataik elmondásával, ez nekik is úgymond élményt jelent, és így elsajátítják, elmélyítik ezt a tudást, amit hallanak. Sok-sok mindenről volt szó ezen a mai előadáson, kik voltak itt? Több kolléga képviselte a rendőrséget, elsőként Fekete Andrást említeném, aki az iskolai bűnmegőrzési tanácsadóként dolgozik a karcagi kapitányságon, utána Antal Irén alelnökes asszonyt, aki a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegőrzési osztályának előadója, illetve dr. Gyertvai Béla, aki szintén a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegőrzési osztályának kiemelt főerőadója. Őt jogi kérdésekkel lehetett megkeresni, hiszen ugye szülők is és tanítók is voltak jelen. De még hogy sok olyan ismeretet visztek ma innen haza a gyerekek, amelyet be fognak tartani, és akkor interneten is biztonságosan tudnak csetelni esetleg, vagy képeket megosztani. Bízunk abban, hogy az itt elsajátított tudást tudják valóban alkalmazni otthon. Itt elsősorban nem az internetezési szokásaikat próbáltuk megváltoztatni, csupán olyan feltételeket vázoltunk föl nekik, amelyek biztonságossá és úgymond élvezhetővé teszi a netezést, kizárva azokat a külső tényezőket, amelyek esetleg oda vezethetnek, hogy egy zaklatási ügybe, vagy esetleg egy internetes molesztálási ügybe keverednek. Reméljük nem lesz ilyen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
Köszöntöm nézőnket, a Szabó Ágoston tűzoltó laktanyában vagyunk, és a Lévai házaspárral, azaz Lévai Kálmánnal és Lévainé Kovács Rózával beszélgetünk. A beszélgetésünknek egy nagyon nemes apropója van, hiszen rengeteg könyvet gyűjtöttek, de mi is ez a könyvgyűjtés, és egyáltalán kik fogják ezt megkapni, honnan jött ez az ötlet? A könyvgyűjtés, hát alap ötlet a könyv szeretete, hogy minél több könyv vegye az embert körül, még a mai világban is, de ez most teljesen más. Olvastunk egy hírt január elején, mi szerint Kovászna megyében, hegyek között, hegyek ölelésében, egy kis zsák faluban leégett egy iskolának egy része. Hát ez már önmagában elég tragikus. Ami ezt fokozza, hogy ebben az épület szárnyban volt az iskolának egy ilyen kb. 9000 kötetes könyvtára, ami szintén beleégett, valamint az informatikai termük is itt pusztult. Mivel készültünk Erdélybe menni épp ezen időben, úgy jött a gondolat, hogy mi volna, hogyha a saját házi könyvtárunk egy részét is, hisz már otthon is nehezen férünk a könyvektől, plusz másoktól is gyűjtenénk könyveket és kivinnénk. Hát darabig csak úgy magamba morfondíroztam rajta, és aztán egy idő után mindent ki kell mondani, hisz együtt megyünk a feleségemmel Erdélybe, és nem szeretném, hogy észrevenni, hogy ő alig fér a kocsiban, mert tele van könyvvel. És hát akkor innen jött az ötlet megosztása, ami természetesen a feleségem mindig felülír, illetve íberel, és hát most is így történt. Akkor hogyan is történt, hiszen úgy tudom, hogy a plakát, a felhívás az ön ötlete? Igen, a gyűjtést azt én találtam ki. Ha már viszünk, akkor vigyünk többet is, minél szélesebb olvasói körnek. Ennek előzménye van 2013-ban, amikor a Bögözi Általános Iskola, illetve egyáltalán a Bögözi falu, illetve az általános iskolás kollégák egy színdarabot adtak elő itt Karcagon, akkor, és utána egy kis szívhez szóló kis székely műsorral kedveskedtek még a nézőknek, akkor jött az ötlet, hogy valamivel viszonozni kellene az iskolának ezt a kedvességet, és akkor kitaláltam, hogy egy projektor mindig jól jön egy iskolában, különösen ott, ahol azért annyira nincsenek ellátva technikai eszközökkel, és akkor meghirdettem egy gyűjtést. Tehát ez volt az előzmény, és most, amikor a férjem kitalálta, hogy vigyünk könyveket, akkor egyből az jutott eszembe, hogy biztos vannak olyanok még, akik hasonlóan gondolkoznak, ha tudnak, akkor segítenek, és a plakátot elkészítettem, a három tagintézményünkbe elküldtem, és vannak is, akik csatlakoztak. Igen, itt hallottuk azért, hogy még jövő héten is, tehát jövő héten indulnak, de azért még hétfőn, hiszen ma vasárnap beszélgettünk, lesznek, akik jelentősebb mennyiséget ígértek. Hogyan is indult ez, hiszen akkor ön elmondta, hogy az iskola a Facebookon is lehetett látni, ön pedig akkor gondolom, hogy a más jellegű ismerettségét vette igénybe és próbálkozott. Hát vannak barátaink szerte, és fele barátaink, olyan barátaink, akikkel ugyan nem barátkozunk, de viszont rendkívül szimpatikusan állnak hozzá a tevékenységünkhöz. Akár a hivatali tevékenységet vesszük, a korábbi évekből, akár pedig a magántevékenységet. Aki egyszer megérzi azt, hogy milyen jó adni, nagyon jó kapni is, de milyen jó adni, az utána ettől a gondolattól nehezen tud szabadulni, és hát megpróbál, ahol tud segít. Volt valamikor egy ilyen jelmondat is, hogy ahol tud segít, illetve hát a napi jó cselekedetet mindig meg kell tenni. Most nem kezd túl lihegni, de tényleg, aki járt már határon túli magyarok között, és tudott valamit rajtuk segíteni, az megérezheti ezt, hogy milyen jó adni. Hát most egy speciális útra megyünk egyébként, hogy ilyen kulisszatitkot is eláruljak, egy kerek évfordulót ünneplünk, és kivételesen nem kapjuk a NASZ ajándékot, hanem visszük a NASZ ajándékot, és bízunk benne, hogy az út jól sikerül, és elérjük azt a célt, amit magunk elé tulajdonképpen kitűztünk, hogy örömet okozzunk olyan embereknek, akik leginkább magukra számíthatnak,
és hát érezzék egy kicsit, hogy nem csak magukra számíthatnak, hanem vannak itt a tárul innen is olyan emberek, akik átérzik az ők gondjaikat. Egyébként felvették ezzel az iskolával a kapcsolatot, vagy településvezetéssel, vagy annyira meglepetés lesz, hogy ott fogják megtudni? Hát teljesen nem, mert azt teljesen nem lesz meglepetés, mert iskolaigazgatórat megkerestem. Nem szerettem volna azt, hogy kiderül, hogy közben a fél ország odahordta a könyveket, és ilyen 20 000-es könyvtárra büszkélkedhetnek már, vagy a Széchenyi könyvtár méreteit velik. Hát lehet, hogy ettől nem kell félni. Egyébként sokfelé van mindenfajta gyűjtés lehetőség, és a honlapjukon fönn van a 3 számlaszám, román lejbe, euróba, illetve forintban is lehet támogatásokat. Aki nem feltétlen tud kiutazni, vagy kiküldeni tárgyi dolgokat, és nyilván most a könyv egy nagy érték, a számítógépek jelentenek nagy értéket, és hát a pénz az, ugye az újjáépítés, ez mindenképpen. Akkor gondolom, hogy az ön Facebook oldalán ezeket meg lehet tekinteni, tehát aki még szeretne adományozni valamilyen módon, akkor ott ezek az információk fönt vannak. Szívesen látjuk a további adományokat, megosztom az újabb fejleményeket. Valószínű, hogy a mostani úttal már jelentősen több adományt nem tudunk fogadni, de megoldjuk, biztos, hogy találunk olyan lehetőséget, hogy a később érkező adományokat is kijutassuk. Én azt kívánom, hogy akkor legyen eredményes ez a jövő heti út, nem csak a NASZ út, a Pót NASZ út, vagy a kerek évforduló kapcsán, hanem az ajándékok kapcsán is, és akkor térjünk vissza, amikor hazajöttek, hiszen gondolom ott azért személyesen el fogják mondani, hogy mire volna még esetleg szükség. Köszönjük szépen, ez jó ötlet. Mi is köszönjük szépen, és akkor várjuk az adományokat. És még mondjuk el, hogy hova megyünk tulajdonképpen, az 1000 éves határ, délkeleti határa, Kovászna megyébe Komandó nevű kis település, ami a nevét onnan kapta, hogy őrhely volt, tehát ők védték a határunk azon részét. Akkor reméljük, hogy sokan fognak még segíteni, és akkor jó utat kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen. Elrendelték előzetes letartóztatását annak a férfinak, aki kirabolt egy nemzeti dohányboltot Karcagon. A nyomozás adatai szerint egy karcagi nemzeti dohányboltból érkezett bejelentés 2017. február 16-án az esti órákban, miszerint egy ismeretlen férfi késsel megfenyegette a bolt alkalmazottját és a bevételt követelte. Az eladó a készpénzt átadta a támadónak, aki a megszerzett összeggel elmenekült a helyszínről. A kiérkező rendőrök adatgyűjtést végeztek, amelynek során azonosították, majd 2017. február 17-én az esti órákban elfogták a gyanúsítottat. A karcagi rendőrkapitányság rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást Kály János karcagi lakos ellen, akit őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. A férfi a helyszíni kihallgatáson is elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az illetékes bíróság 2017. február 20-án elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását. Köszöntöm nézőket a Délinő Kulturális Központban, Kovács Miklósnéval, a György István Katolikus Általános Iskola igazgatónőivel beszélgetünk, hiszen a 18. Györfi Néptáncgála első szünetében vagyunk. Hogyan értékeli az elmúlt napokat, hiszen ez már a záró rendezvénye a Györfi napoknak? Én úgy gondolom, hogy jól sikerültek az idei évi Györfi napok. Hétfőn kezdődtek, nagy volt az érdeklődés minden rendezvényünk iránt. A helytörténeti pályázatoknak az értékelésekor, a Györfi galériának az értékelésekor nagyon sok szép eredmény született, amelynek a gyerekek nagyon örültek. Másnap a nyílt órákon is nagyon sok volt a látogató, különösen az alsó tagozatos gyerekek iránt érdeklődnek még a szülők. A nagyobb gyerekeknél is volt érdeklődők, hiszen ott is volt az idén nyílt óra. Szerdán volt igazán nagy megmozdulás az iskolánkban, hiszen ennél ugyan kisebb volt, mint a mai, mivel itt minden gyermek a színpadra lép, mind a 400 tanulónk. Ott elsősorban a felső tagozatosok és néhány alsó tagozatos, aki az ingafutásban mérte össze erejét, kitartását, és hirdettünk bajnokokat egyéni lány, egyéni fiú, illetve évfolyam kategóriákban. A mai rendezvényünk előtt volt a
angol nyelvi verseny, a kistérségi angol nyelvi verseny, amelyen 8 településről 48 gyermek versenyzett. Nagy örömünkre szolgált, hogy újabb iskolák is jelentkeznek a versenyünkre. Már Jászberényből is érkezett egy katolikus iskolából versenyző tanulók. És minden évben azért az íra a pont, hogy így fogalmazunk, az a jótékony már. Tudom, hogy nem fogja elmondani, hogy mivel készülnek, hiszen ön számára is titok még ez, de biztos lesz megint meglepetés előadás. Valóban erről már én is tudok, hogy lesz egy nagyon nagy meglepetés, amivel a Györfi Színtársulat már hetek, sőt mondhatom azt, hogy hónapok óta nagy izgalommal készül. Mi is hasonló izgalommal várjuk, hogy milyen lesz ez a meglepetés műsor. Erre a bárra a jövő héten szombaton kerül sor, 25-én itt a Déri Népművelődési és Ifjúsági Központban. Minden évben elmondjuk, hogy mire gyűjtenek. Most mi a kitűzött cél, amit szeretnének megvalósítani? Ebben az évben a néptáncos ruháinkat szeretnénk felfrissíteni, illetve újakat varratni a gyermekeinknek, hiszen fájó szívvel mondom azt, hogy itt a színpadon ugyan minden gyermek nagyon szép ruhában táncol, de ezeket a ruhákat jelen pillanatban még kölcsönkértük, amelyért nagy köszönettel tartozunk azoknak az intézményeknek, akik biztosították számunkra ezen a délutánon ezeket a szép ruhákat, hogy ilyen szép egységesen jelenhessenek meg itt a színpadon a gyermekeink. Akkor én azt kívánom, hogy sikerüljön ezt a tervet is megvalósítani, és legyen sikeres a Györfi bál. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, most Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik, melyben bemutatjuk önöknek a karcagi Mátyus Imre bácsit, aki megjárta a Donkanyart. Tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, egyben nagy megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Mátyus Imre bácsit. Igen, köszönöm szépen. Imre bácsi anyakönyvi adatok alapján ugye lassan a 98-at tölti, februárban a 98-at tölti be, Karcag legidősebb embere, és nagy örömmel látom, hogy jó egészségnek, jó fizikai állapotnak örvend. Jó, még ha így menne, akkor még, ha még így megyen tovább, akkor nem lesz panaszom, nem maradok az ágyba, így csak a végig alszom az így csakát, aztán nappal megmanulásod, hogy elbombiskolok itt is az üli. A konyhámban jó meleg van, aztán, hogy mondjam, telik tőlem az idő, minden nap eltelik egy nap. Hát várom majd, amikor, hogy mondjam, befejeződik, mert csak várom, sose tudom, hogy mikor jön. Én el vagyok rá készülve, jöhet. Értem eleget, meg vagyok elégedve, amit a Jóisten nekem, hogy mondjam, kiszabott ez idei szerint is, de hogy aztán még tart, vagy nem tart, majd meg tudjuk, majd meg éljük, ha egészségünk lesz. Meg ha betegen, betegen nem lenne jó azért megélni. Úgyhogy így még, ahogy vagyok, így még, ha élni kell is, hát köszönöm a Teremtő Istentől, hogy ilyen hosszú életet adott, mert nem számít, nem tudok. Én írtam a családba a leghosszabbat, mert ennyit nem ért a hogy mondjam, a nyaus gyerek közül ennyit, ilyen hosszú életet egy se írt. Hát 70-ek voltak, még 80 is volt, még egy olyan is volt, egy bántásérom, meg 95 megírt, úgy halt meg, de a 90-nél megállt mindenki. Úgyhogy ennél magasabb életkort nem ért el. Én vagyok a legöregebb. De hát, ha még Karcagon is én vagyok a legöregebb, hát akkor nem is gondol, ezt nem gondoltam. Hát hogy is, hány ember lakhat Karcagon, hogy nem érte el ezt, hiszen hogy mondjam, a tévé mutogat olyan öreg néniket az ágyba, hogy látogatóban, hát mondták, hogy 100 éves. Hát akkor mégis, akkor lehet, hogy férfiak között vagyok, nem tudom, hogy van ez, hogy gondolkozzak rajta, csak én is látom, hogy oda mennek, hogy mondjam, ripartot csinálnak, de olyan öreg a néni csak ugyan, hogy hát el is fogadom, hogy 100 éves, mert öregemnek néz ki, mint én ideális vagyok mellette, ha máig magamat veszem figyelembe, de hát ez van, ilyen életet élek, hát nem
Nem rosszan ér, ezt akkor se betegség nélkül. Tyúk szemem van, ahol nem tudok mit csinálni. Úgy ragazgatom, aztán nem akar elmúlni, pedig hát rossz betegség, az is ronnya vaja. Úgyhogy avval sem bennek a legtöbbet, én máshol nem igen. Na, tessék mondani, tessék kérdezni valamit, ha úgy gondolja, hogy érdekes még a riportban. Tessék csak kérdezni. Imre bácsi, ha jól tudom, ugye 1919. februárjában született, igen. Lényegében végigélte a 20. századot, ugye minden szörnyűségével meg örömével együtt. Saját életében és a történelemben. A fiatalkora hogyan telt a két világháború között? A két világháború között? Hát, ha gondolkozzak már, hogy mit is soroljak én oda, hát a két világháború ideje alap, én 5,5 évig voltam katona. Amikor tényleges ideig töltöttem, hogy besoroltak, mert ugye csak az volt a üzeg, hogy Horthy katona is voltam először, ahután lettem Bálaki Miklós katona, ahután vállaltuk, hogy majd megyünk az oroszok ellen még harcolni, akkor meg még, mint orosz katonákat kivittek, kimentünk, kimasíroztunk Ausztriába, ott voltunk, vagy jó 2 hétig, mert ott olyan jó állások volt a németeknek, hogy az oroszok nem akartak véle bírni. Valahogy olyan volt a terep, hogy azok egy kedvező terep volt, mint az, az mindig jött az orosz parancsnok, hogy vessenek be minket is. Na de hát, mint fogjuk, hát nem volt nekünk. Amit tudtunk, elhaigáltunk fegyvereket, mikor fogságba estünk, nem volt nekünk felszerelésünk, azt mondtuk, hogy hát ha felszerelést tudnak adni. Na de hát, meg nem volt, pláne magyar felszerelés nem volt. Az az ideiglenes Dálnoki Miklós kormány ugye megalakult, de jó, hogy megalakult, mert után nekünk aztán csak könnyebb lett a sorsunk, mert a kormányot tartoztunk. Úgy nem foglyok voltunk, amúgy úgy kezeltek bennünket, mint foglyokat. Egészen mindaddig, amíg aztán le nem szereltem. Mikor már leszereltem, akkor nem volt más mit tenni. Hát valamiből meg kell élni. Aztán elkezdtem gazdálkodni, azt gazdálkodtam. Sok mindenre értem, még szőlőt is telepítettem. Még borom is volt, még Debrecenben hordókat is kellett venni a bornak, úgyhogy vagy 7 esztendeig bortermelő is voltam. Imre bácsi, hagyj kérdezek róla, január 12-én volt ugye a Doni katasztrófa évfordulója, a második magyar hadsereg ugye megsemmisülési részszerű vereségének. A második világháborúban, a keleti fronton hol szolgált? Hagy kérdezem. Hol szolgáltam? Melyik? Lengyelország területén, Gordievkánál volt a nagy csata ütközés, páncélos harckocsiba, hogy mondjam, a bevonuláskor lövészettet tartottak, azt már mint én kerékpározásról vonultam tulajdonképpen réjságra. Na de olyan jó produkáltam a harckocsiból, hogy engem nem engedtek a kerékpárosok közé, hanem beosztottak lövésznek a páncélosok közé. A ceglédi páncélosok meg a na, 3 csapat, 2 csapatból jött Magyarországról, azokkal osztottak be 2 csapatot. Na de amikor be kellett vetni, mert olyan helyzetben volt akkor a magyar hadsereg, hogy az oroszok már bekerítették, azt kiabálták már még az út közben is, mikor mink támadásba mentünk, hogy előre páncélosok, mert az oroszok bekerítettek bennünket. Hát az mink nem láttunk a harckocsiból, csak a prizmá keresztül olyan nagyon. Úgyhogy a harctérre aztán odajutottunk, de az oroszok olyan
jó helyzetben voltak, vagy úgy fel voltak készülve, hogy mint a paritjából lövöldözték volna kifele. Az volt a szerencsém nekem, vagy most már én hiszem, hogy én kiestem így balra egészen a szélső, én voltam az utolsó, 50 méter előre, 50 méter mélységbe, úgy voltunk be, hogy úgy kellett támadni. Hát azt, akik támadtak, a ceglédiek, meg a másik csapatot, most hirtelen már meg is nem tudom megmondani, két csapatból verték össze, eredetileg, hát az volt akkor az elit csapat Magyarországon, Tuoldi harckocsiba voltunk. Hát aztán annál nem volt akkor erősebb páncélos. Hát az oroszok azt akkor kiparitjázták ezt a magyar csapatot, mikor támadott. Így aztán, de hála a Jóistennek, én szélre estem. Igaz, hogy én nem is voltam harcos, őszintén megmondom. Úgy képzelni kell, hogy az első lövés leadtam az oroszok fele, azt a hüvelynek a kivonó, ami ki kell, mert ötös tár volt, 2,5 centiméteres, 25 milliméteres löveg volt benne, ötös. Most mikor az elsőt láttam, a hüvely nem jött ki, mert a hüvelynek volt, vagyis lett volna egy ilyen köv, az eltört. Tehát ott is már mi a fene volt, minek mondják azt, hogy szabotás. Na, így jártam. Így azt én nem tudtam még harcolni se, csak hát végig. Mikor azt láttam, hogy a többi harckocsi, mert felmondom, ott parant, nem volt ott szállni a nagyon parancsnok kirend, hanem azt kiabáltuk, azt hallottuk, hogy forduljunk vissza, 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 vissza. És aztán a harckocsi vezető az órába volt a harckocsinak, azt mind kiabáltunk, hogy forduljunk vissza. Úgyhogy visszamentünk aztán, úgyhogy utána még nem penálkoztunk ellenséggel. Egész idő alatt majd ezt az elvert csapatot a Dunántúlra elvitték Szendre, meg Szákra. Ott voltunk, onnan adtak le minket, akik feleslegesen voltunk, feleslegesnek látszott a Dunatisza közének, gyalogos harcosnak. Hát az, ott az már mint egy évvel idősebb, rangban is idősebb volt egy csillaggal, mint én, mert nekem csak egyetlen csillagom volt, azt a Gordievka ürközésért kaptuk, akik benne voltak. Na hát aztán, ott aztán, míg beástuk magunkat a Duna meg az Ipoly folyó mellett, de az Ipoly folyó mellett nagyon még azt lehet rá, ha oda gyalogolnék, meg tudnám mondani, beástuk magunkat egy gödörbe, aztán olyan gödört ástunk, vagyis olyan fedezéket, hogy aludni is ki tudjunk nyújtózni. Hát aztán ott betöttük el azt az időt, mikor a oroszok aztán a női intézet Márjanoszra. Na, az oroszok ott voltak, a hátunk megett, meg a németek voltak nyugatra, azt mi rajtunk, mi felettünk lövöldözött egyik a másikra. Azok is lőttek vissza, ezek is. Na csak úgy értünk aztán egészen végig. Na várjunk, december hónap volt. Ottan az oroszok a Duna, a Ipolyon, hogy mondjam, hidat vertek. Olyan hidat, hogy mindent belevertek, abba volt abba gazdasági vetőgép, kocsi, volt abban döglött állam, ez az mindent, hogy minket ledeszkázták a Pepeit, összedeszkázták, azt minket már úgy készítek be a női fegyintézetbe. Így csak ára, mert már nem akartunk harcolni, és inkább megadtuk magunkat. Hát azt, így történt, azt a fogságba esés a részemről, meg a részünkről. És aztán, hogy mondjam, után vagy 5 napon keresztül
mindig kísértek bennünket egy-egy szakaszig gyalogosan, még Jászberénybe beírtünk. Ott Jászberénybe volt egy ablaktalan lakványa, meg mindenütt, abba helyeztek minket el, de ott már, hogy mondjam, gyűlt a többi katonás hátul is, ott nem is tudom, hogy hány ezeren voltunk. Hát azt, ott kaptunk osztálni olyanféle ebédet, amiért ott akkor ott volt benne egy pár szem borsó, vagy rizs, vagy ez, vagy az, azt, a többi csak lejjében ott, olyat kaptunk. Hát kaptuk azt az orosz kenyeret, azt a fekete-barna kenyeret, abból táplálkoztunk osztán. Négy ilyen kicsi kenyér volt, mert nem volt nagy, még annyi kerületesen volt, mint ennek a tányérnak a mélye, azt négy fele kellett vágni, aztán minden nap annyit kaptunk meg, egy ilyen kanál porcukrot, kristálycukrot, aztán abból táplálkoztunk, egészen mindaddig még az ideiglenes kormány meg nem alakult, mikor az már az ideig, ahogy már azt elsoroltam, hogy milyen volt a sorsunk, hogy mi történt vélünk. Hát ilyen volt az én életem, ebbe a nagyon hosszú életbe olyan sok mindenre, hogy mondjam, elvezetett a sors. Hát muszáj volt menni, mert hát jöttek én vélem, több is, nem csak én voltam magam. Csak hát, hogy mondjam, én már mióta ilyen nagykort elértem, még Karszakon sincsen barát vagy ismerős, mert hát mind meghaltak. Most kimaradtam, mint a kutya. A kutya micsoda a hóból. Na, hát ilyen életem van nekem most is, de nem. Nincs rossz életem, jó a gondviselőm is, ellátnak. Imre bácsi más karcagiakkal szolgálta együtt, akár a harckocsizóknál, akár a hadifogságban esetleg voltak együtt. Nem volt én velem, mondom engem, az én csapatom, mink négyen vonultunk be Rétságra, még azt sem tudtuk akkoriban olyan paraz gyerekek, hogy hol van az a Rétság? Csücsökből tudod fel. Na, az új laktanya volt. Na, hát az, pardon. Hát aztán, na, hogy is akartam én folytatni tovább. Az, hogy oda vonultam be, aztán onnan kerültem a harckocsiba is, mert mondom, hogy nagyon jól levittek bennünket onnan, Esztergom táborba, mert ott volt a nagy lőtér, a kerékpárosok közül, a többi kerékpárral voltam kint, az egész zászlóval, hát aztán azok húzták sokszor a sáron, meg a mindenféle időben a kerékpárt. Hát nekem annyi bulja volt, hogy nekem harckocsom volt aztán. Meg akkor az egyszer letettek minket, de hát utána szétlőttek, utána nem tudtak mit csinálni vélünk. Utána behoztak azt egyszer izére a Dunántúlra, azt onnan vetettek be, mint leadtak, mint gyalogost. Így azt, már az elég úgy mondtam formán nagyjából, hogy a Ipoly meg a Duna között ott voltunk bevetve, azt ott testem az fogságba. Úgyhogy már egyiket, már egyszer van tudom, amit elmondtam, de hát mindig, hogy mondjam, ezek úgy jöttek sorba az akkori időbe, amit értem, hogy hát nekem ez volt a sorsom, hogy úgy mondjam. De mondom, az egészségem azért megvolt akkor is, mint ahogy még most is tudom tartani az egészségemet. Úgyhogy nem tudom még, mit tudok még belemondani a riportba. Tessék kérdezni, mert hirtelen már még eszembe se jut magamtól. Imre bácsi hadifogságban hány évet töltött? Mikor térhetett vissza a városba? Hadifogságból? Hát, hadd vegyem csak elő, hogy hadifogoly. Hadifogoly az Ipoly
mint ahogy az elején mondtam, meg a nyolszögletibe, ott testemfogságba. Így aztán, hogy 5 napig, hogy mondjam, oroszok kísértek bennünket, nem tudom én hányan lehettünk, vigyáztak ránk, hogy el ne szökjünk. Aztán lekísértek járberénkbe, azt már akkor állott az idegen kormány. Már én aztán már mondtam is. Így aztán onnan, mikor már, hogy mondjam, az idegen kormány megalakult, onnan kellett a megegyeztek valahogy az oroszokat. Így aztán ott megint úgy kerültünk, aztán ki Ausztriában, mit már mondtam. Úgyhogy, hogy mondjam, hogy majd bevetnek, de hát nem került rá a sor, mert vége lett a háborúnak, hála Jaustennek, mert az orosz parancsnok már, mert azt is elmondtam, hogy volt egy nehányszor, mert beosztottak minket, aztán az orvos mellett voltam. Gépkocsi mellett előtt volna nekem, mert meg volt a jogosítvány, megszereztem a honvédségnél, aztán már akkor beosztott magam mellé a doktor, egy fiatal. A nevén gondolkozom, német neve volt neki, azt most hirtelen nem ugrik be a neve. A volt a nőtlen ember volt, nagyon rendes ember volt, úgyhogy ő az egyik ágyban, én a másik ágyban, egy szobában aludtunk, azt tudom. Úgyhogy rendes volt köztünk, katonabarátság, hogy úgy mondjam. Úgyhogy rendben, már akkor onnan bekerültünk, vége lett a háborúnak, azt Ausztriából Herendre került be a csapat, az öregeket elengedték, én nőtlen voltam, mégis engem nem engedtek el, meg a több ilyen nőtleneket is, mink voltunk most, még azt megint újra nem soroztak. Addig azt mink volt. Úgyhogy 5,5 év voltam, még le nem tudtam szerelni, addig mundérba voltam, katonai mundérba. Tessék még kérdezni. Imre bácsi, amikor Karcagra hazatérhetett a második világháború után, hogyan emlékszik a városra? Milyenek voltak a háborús károk? Rémlik ez. Őszintén mondom, hogy én nem a városba értem, mint most, hanem Tanyán. Az én apám, abban az időben ketten voltunk fiúk, parasztok, a harmadik az érettségizett volt, a legöregebb, azt minket gondoskodott úgy, hogy tovább tudjunk gazdálkodni, mert az én apám 96 főben Toronyköfű főben volt, feles még a család együtt volt. De utána, hogy jött a háború is, 10 esztendeig voltunk ott felesek. A nagyjaimán ugye oda voltak, hogy férje ment, meg megnősült, meg önálló lett már az regebben, amiknek keresete volt. A bátyámmal maradtunk mink otthon, a középső fiúval legtovább. Úgyhogy avval gazdálkodtunk, azt apánk abban az időben, még nem jöttek be az oroszok, úgy intézkedett, úgy gondolkozott, hogy a bátyámnak legyik 2 lova szekere felszerelés, hogy tudja folytatni tovább. Én nekem meg vett 2 kis tinót, magyar tinókat, hogy majd abból lesz nekem, mert igvonójószág. Hát meg is maradt a 2 kis tinó, de a lovat szekeret az tiszafüredi hídnak a javításához összeszedték az oroszok, oda hajtották, így aztán a bátyám hajtotta volna a lovat, aztán elvették vele a hajtószárat, aztán mehetett volna vélnek, de azt mondta, hogy az orosz, ő nem megy vélnek, azt leszállott. Pedig lehet, hogyha megyen vélnek, meg tudta volna menteni a hajzét, mert gondolom, hogy mikor vége lett ennek a Tiszafüredinek az, hogy át tudjanak menni, közlekedni tudjanak, elengedték biztosan őket. Mert utólag már beszéltem olyan emberrel, akit ököröl is elhajtottak a beregből, azt mondta, hogy ő megcsinálta a dolgot, ahogy hajtották a kukorica tábla mellett, azt mondja,
rákiabált az ökrökre, hogy csölé, és most befordultak a tengeri közé, a tábla tengeri közé. Most ment a tengeri tábla közé, a csapat ment visszafélre, de ő meg visszament a beregbe. És megmaradt a két ökre. Annak a sebék János bácsinak hívták. Hát ezt sokat beszélgettünk még a beregben, mert itt laktam én a beregben is. Nem tudom hány szendeig, elég oda építettem. Építettem én két kunyhót, mert mindig volt a kertföldem, amikre kunyhó kellett. Amíg nem volt elég, hanem még a kisvénykerbe össze tudtam ottan egymás szirtébe 19 sor földet megvenni, azt arra meg egy kunyhót építettem, olyat, hogy szoba, konyha, fürdőszoba, úgyhogy meg gang, ilyen áldozatokba belementem. Ezeket mindent végig tudtam vinni, aztán majd később aztán már, amikor, hogy mondjam, megnősültem, 16 esztendeig éltünk együtt a feleségemmel, hát avval is hosszú ideig mindig boldogultunk, még nem volt nekünk olyan nagyon. Barasztizáltunk, jött vélem. Hát lehet, hogy a családon nem igyekeztem, jobb lett volna pedig. Már hogy így nem tudtam én, hogy kit vegyek magam mellé, csak a feleségemet, azt együtt mentünk, azt mindent együtt csináltunk, kapáltunk, vállaltunk, részibe, arattunk. Minden, hogy abban a szezonban, amikor volt így, meg volt a megélhetésünk. Volt egy tehenünk, meg a két ló az megvolt. Már akkor az ökröket, mert még azt nem is mondtam, hogy majd később az ökröket átváltoztattuk. Két sikót vettünk a vásárból, az ökröket eladtuk, azt két éves sikót vettünk, azt utána vallóvaszta meg, és mindaddig még csak a TSZ-ben nem vett. Mikor az bejött a TSZ, hát én nem mentem a TSZ-be, nem láttam jónak. Aztán után elmentem segédmunkásnak. De az nem volt megfelelő, azt hazajött a bátyám Budapestről, az érettségizett volt, már akkor őrnagyi rangban volt. Hát és sok mindenen keresztül, mert már volt, az oroszok még fegyverelés állították, mert ő volt tűzoltók. Tűzoltás közben érte őket az ott, ahol Budapesten, ahol volt, azt mondta a bátyám, hogy orosz szól akartam mondani, hogy minek is mondták az oroszok, hogy mi az én bátyám, azt puskát vettek rá. De hát nem lőtték oszlán ki, vitték a tolmácsba, mert mondták, hogy tolmács, az a tolmács mondta, hogy hát ez nem ellenség, ez magyar, rangban van, katonai rangban van. És a bátyám az úgy szabad volt ott meg. De aztán majd, amikor már én oda kerültem, hogy nem volt munkám, hazajött, aztán azt mondta, hogy elviszlek egy díget Pestre, aztán megtanulod a esztergályulást, meg a marókságot, akkor utána visszajöhet. Igen, de az engelőségem ebben nem egyezett bele. Hát jó is tette. Na akkor azt mondja, beszélek én itt a városgondnokságnak a vezetőivel. Itt jártam aztán rendes munkához. Ameg kereskumák voltak avval. Aztán azt mondta, hogy jó van, azt mondja, majd itt azt mondja, adok én munkát, beveszem én, azt mondja, a városgondnoksága az ő keze alatt volt, a kőművesek mellé bevett segédmunkásnak, amit 7,5 évig segédmunkás. Kavartuk a martát, mert még akkor nem volt az úgyhogy meg kiszolgáltuk őket, meg minden, úgyhogy egy cigány gyerek mellé tettek. A más két csapat kőműves volt, meg két csapat anyag előkészítő. Aztán mink az egyik csapat vettünk a cigány gyerek, a rendes cigány gyerek volt. Igen,
Abban dolgoztam le 7,5 évig. Azóta aztán szedem a nyugdíjat. Jó hosszú ideig, nem a nagyon hosszú ideig szolgáltam én az államot, vagy hogy mondjam, a város, de hát így alakult. De munkanélkül én nem voltam soha. Már most, amit elbírok végezni, elvégzek, hát amit nem bírok elvégezni, már most gyenge, kifeltőrim a kevés, mert így meg vagyok, de ha csinálni kell, akkor elfáradok hamar, ha havat kell seperni, meg közben-közben alig megyek 3 métert, meg kell állni, mert nincs benne, elfült az erő. Akkor pihenek, akkor megint megyek annyit. Hát ilyen az én életem már mostan. Tessék kérdezni még, ha van valami. Imre bácsi, még a háborús évekkel kapcsolatban szeretném kérdezni. Említett, hogy Esztergom kenyérmező táborban képezték ki. Hogyan emlékszik a kiképzésre, a hadsereg felszerelésére? Milyen volt itt az a második világháborús haderő? Hát, mint kerékpáros zászlója, hogy bevonultunk, onnan átvettek Esztergom táborba. Ott van. Mindenkit végig lövettek, az, hogy én olyan, úgy kerültem a páncélos. Ez a Kapisztrán János zászlója volt, ugye? Kerékpáros zászlója. Én már meg nem mondom, hogy milyen volt, nem tudom megmondani, mert utána, hogy elkerültem, rövid ideig voltam kerékpáros, mondom, mert utána beosztottak engem oda, utána azok képeztek tovább. Csak így alakult, azokkal kerültem az ki a frontra. Hát azt úgy vetettek aztán be, mint ahogy elmondtam. Azt úgy sikerült, az üzlet, de akkor már azt mondják, hogy olyan veszélyben volt a magyar csapat ottan, úgy bekerítették az oroszok, hogy már nem volt mit, most úgy vetették most. Akkor aztán ellepte vége, hogy jó, kiparitjáztak bennünket, hát arról megint én nem tehetek. Örültem, hogy megörülök máma is, hogy se nem sebesültem meg, se csonka nem leppem, úgyhogy vége lett a, úgy, ahogy már eddig is mondtam, úgy történt, az, úgy kerültem a fogságba, meg mindenhogy szóval, hát ezek mind jöttek egyik a másik után, még sokszor már a sorokat is én elfelejtem, de ha gondolkozok, azért tudom, hogy mi után következett, ha rajta gondolkozok. De hát van újra esett, hogy beleültök valamibe, azt akkor elterelődik másra. Tessék valamit kérdezni, még ha úgy gondolja, hogy van olyan valamire, amire még nem feleltem, mert sok mindenre meg tudok felelni, mert sok mindent végigértem az alatt, az 5,5 esztendő alatt, mi katonamundérba voltam. Említette Imre bácsi, hogy Lengyelország területén ugye ütközetben is járt, kitüntetést esetleg kapott-e? Akik ottan abban a nagy csatában is, mert mindenki egy kolompirvirágot kapott. Mindenki kapott minden. Többre, hát nem is volt alkalom, mert ugye utána elzülött az ő, úgyhogy, de nem voltam ilyen ízig végig jó katona, őszintén megmondom. Nem szerettem én katonáskodni, de hát jött a sor, ezt nem lehetett elkerülni. Így kézláb ember voltam aztán katona. Meg a többivel együtt megvoltunk. Na hát, összebarátkoztunk ottan, azt egyikünk a másikunkat támogatta, úgyhogy segítette, ha bajban volt, vagy mit tudom én, de olyan szellem volt, hogy úgy segíteni kell egyik a másikat, ha bajban volt, nem hagyhatja ott. Hát azt ebben a szellemben neveltek, mi katona voltam. Miután így jöttem át a katonai időt, míg fogságban nem este. Hát utána meg aztán a fogságot is túléltem, mert hát így akarta a sorsom. A Jóisten így akarta, így azt észre. Máma is úgy vagyok vele, hogy hát meddig akarja még a Teremtő Isten, hogy ilyek, hát én nem tudom fogalmazni. Ezt nem magunk csináljuk. Ezt kapjuk a sorstól, vagy a Jóistentől, vagy én azt tudom. Hát én Isten hívő ember voltam mindig életemben, meg máma is. Szoktam imádkozni máma is. Igaz, hogy gyerekkorunkban is megtanítottak bennünket, még kisik voltunk, ott már nagyanyák, még abban az időben tedd össze a két kis kezed, aztán mondjad az imát. Aztán elmondtuk a mi atyánkot.
mi atyán ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami... Mindennapi. Na, segítsük csak, ami... Mindennapi kenyerünk. Ami ad meg a mi mindennapi kenyerünket, ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, ámen. Hát ezt megtanultuk kis gyerekkorunkban, nagyanyák megtanított rá. Úgyhogy ilyen életünk volt. Nagyapánk nem tanított imára, nagyapánk az nem volt imás ember, nem is járt templomba se. Nagyanyánka járt templomba, úgyhogy, hát, tessék. Izgalmas és nehéz élet lehetett, nagyon... Hát, ilyen volt az életem, drága, amit el tudok mondani, ami mindent, ami esembe jut meg, amire válaszolni tudok, mert, hát ugye, ennyi sok történelem, ami én vélem megtörtént, hát én nem is tudom azt, hogy kéne ezt, az elejétől kezdve pontosan úgy, mint ahogy megtörtént. Arra nincsen, hogy pontosan azt úgy el tudja az ember, nem tud mindenre olyan pontosan emlékezni. Egyes eseteket le tud mondani, de úgy, hogy következett a sorba, arra képelem vagyok, azt nem tudom megmondani. Hát, ilyen volt az életem, úgyhogy, hát, ezt tudom a riportban mondani, drága, hát nem tudok egyébként mit mondani, ilyen vagy. Ez történt meg vélem. Hát, hogy aztán még, mi lesz a sorban még? Nem tudom. Hát, állok elébe, még csak bírom én. Csinálom, megvonom, húzom magamat, úgyhogy... Imre bácsi, nagyon szépen köszönjük a visszaemlékezést, és úgy gondolom, hogy magam és a karcagiak nevében kívánunk nagyon sok boldog 98. születésnapot, jó egészséget! Köszönöm szépen, drága, mind a kettőjüknek a fáradtságot! Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.